Nyírbátorban most már egy ideje beszélnek arról, hogy az önkormányzat egy szép lakóparkot tervezett ide a Szénarét mellé. Hol tart ez az ügy? Egyáltalán tart már valahol? Ez az ügy ott tart, hogy erre vonatkozóan elkészültek koncepció tervek, hogy milyen lakásokat szeretne az önkormányzat itt látni. Ez a rendezési tervbe is bekerült. Jelenleg a pénzügyi fedezet megteremtése van folyamatban. Ezt hitelfelvétellel szeretné az önkormányzat biztosítani az első ütem megindítását ennek a kiépítésére, és a hitelkérelem elbírálása van folyamatban. Mekkora lakóparkról beszélünk itt a tervek szerint? Körülbelül 800 lakásról lenne szó, ebben van, ami lakás, van, ami családi házas beépítéssel lehetséges, ez összesen körülbelül ilyen darabszám. Az első ütemben az önkormányzat egy olyan 100 darab lakás építésével szeretne elindulni. Tehát konkrétan az önkormányzat is beszáll, mint építető? Erre irányul a hitelfelvétel, hogy az önkormányzat, mint építető valósítsa ezt meg. És mi lesz a többi sorsa? Tehát kik építenék, vagy milyen konstrukcióban építenék, illetve kiknek építik egyáltalán? Hát, hogy kik építik, erre folyamatosan keres az önkormányzat befektetőket, erre van is reális esély, hogy amennyiben sikeres lenne ez az első ütem, akkor további befektetők jelentkeznének. Egyébként azt hiszem, hogy az önkormányzat beruházásával párhuzamosan már van egy jelentkező, aki hasonló nagyságrendben szintén lakásokat építene. Azt, hogy kiknek, hát azt tudjuk, hogy nagyon sokan járnak be az ipari parkban lévő vállalkozásokhoz, meg a többi vállalkozásokhoz is. Ők napi bejárók, elsősorban őket célozza meg az önkormányzat első ütemben bérlakások építésével, de nem kizárt, tehát a konstrukció nem zárja ki azt, hogy aki úgy gondolja, akkor esetleg nem bérbe veszi ki a lakást, hanem akár megvásárolja. De gondolom az önkormányzati lakások azok bérlakások maradnak, hanem a többi, amit a vállalkozók építenek, azok lennének eladhatóak? Nem. Az önkormányzat által épített is lehet mind bérlakásként, és attól, hogy egy tömbbe épül, és hitel terheli mondjuk a lakást, a konstrukció tudja azt biztosítani, hogy aki meg akarja vásárolni, az megvásárolja és kikerül ebből a hitelkonstrukcióból, tehát az ő lakása teljesen tehermentesen kerülhet a birtokába, és én úgy tudom, hogy a többi befektető is, aki jelentkezne, vagy már szándéka van, ugyanilyen konstrukciókkal számol. Mekkora lakásokról, illetve házakról beszélnek itt? Ez különböző nagyságrendű, ugye, mert több igényt ki kellene ebbe elégíteni, hogy most valaki egyedül, családdal, hány fős családdal érkezik, tehát ennek megfelelően a négyzetméter, alapterület négyzetméter az változó. Tehát rugalmas minden. Na most ugye a kérdés az, hogy itt még látunk egy csupasz területet. Mikor indulhat ez? Van-e bármilyen elképzelés arra, hogy egy időpontot kitűznek? Hát ezt inkább a város vezetés tudja, hogy hogyan kalkulál az idővel, ami az én információm, amit már említettem, hogy a hitelfelvétel bírálata folyamatban van. Nyilván amíg nincs meg ez a bírálat és nincs döntés abban, hogy az önkormányzat igénybe veheti, addig nem indulhat. Tehát az, hogy ez mikor dől el, mert ugye hát az építkezési beruházásoknál nagy jelentősége van ugye az évszakoknak is, hogy mikor építkezünk, ez az időbeosztás attól függ, hogy ez a bírálat mikor valósul meg, mikor dől el. De a vállalkozóinál ez a probléma nem állhat fenn, nem? Mint említettem, egy olyan konkrét vállalkozó van, aki az önkormányzati beruházás mellett párhuzamosan indítana saját beruházást is, de nyilván az én tudomásom szerint az ő szándéka az, hogy akkor, hogyha az önkormányzat is belefog ebbe a beruházásba, tehát nem attól függetlenül.